there's a lesson called I'm never upset for the reason I think. So it could be like if you see someone beating somebody or someone not treating somebody kindly. Like it sparks something in the heart, like that's not right. And the question is, you know, what do I do with that? Well, we're going to go at this from like a really large perspective too. Meg fogjuk ezt nézni egy nagyon nagy perspektívából is. Because there's another lesson. Meg van egy másik lecke. It says, I'm upset because I see a meaningless world. És annak az a, ott az a mondat van, hogy azért vagyok dühös, mert egy értelmetlen világot látok. So it's like, I believe I'm upset because I see abuse. Tehát az első mondat az, hogy dühös vagyok azért, mert látom a bántalmazást. But I'm never upset for the reason I think. De sosem azért vagyok dühös, mint amire gondolok. I'm upset because I see a meaningless world. A következő az, hogy azért vagyok dühös, mert egy értelmetlen világot látok. And then at the bottom of that lesson. És aztán lecke lebaján pedig. He said, since God really did not create a meaningless world, mivel Isten nem teremtett egy értelmetlen világot. I'm upset because I believe I'm in competition with God. Azért vagyok igazából dühös, mert azt hiszem, hogy Istennel állok szemben. And for those of you that have studied quantum mechanics or quantum physics. És azok között, akik tanultak, hogy ismerik a quantum mechanikát, vagy a quantum fizikát. All of quantum physics comes down to one thing. A quantum fizikának egyetlen lényege van. Like, you know, the particle versus waves. Ugye a részecske és hullám történet. Are the basic building blocks of matter. Amik az anyagnak a létrehozói. Is it a particle or is it follow principles of waves? Ugye a kérdés az, hogy ez részecske vagy hullám természetű. Well, they found that depending on the instruments they used. Tehát azt találták, hogy az alapján, hogy milyen eszközökkel vizsgálták ezt a kérdést. They would see a particle. Ez az eszköz határozta meg, hogy részecskét láttak. Or if they switched the instrumentation, they'd see a wave. Vagy hogy másik eszközön keresztül nézték, akkor hullámot láttak. So they could never identify the basic building blocks as one thing or the other. Tehát sosem tudták eldönteni, hogy ennek a materiális világnak az alapja hullám vagy részecske természetű. It needed an observer. Szükség volt egy megfigyelőre. To see a result. Ahhoz, hogy az eredményt lássuk. All of quantum physics means you cannot separate the observer from the observed. A quantum fizikának a lényege az az, hogy a megfigyelőt nem lehet elválasztani a megfigyelés tárgyától. So to bring it right back to our question. Tehát, hogy visszafordítsuk most a kérdésünkhöz ezt az egészet. When the mind believes it's in competition with God. Amikor az elme azt hiszi, hogy Istennel kell versenyeznie. And it wants to push that out of awareness. És ezt szeretném tudatosságból kitolni. Because it's so big and terrible. Mert ez annyira hatalmas és elősztő. I mean, who can beat God? Hát ugye, hogyan tudnánk Istenek lenni? And somewhere the mind knows that it can't beat God. És az elmen tudja, hogy nem tud Isten lenni. It makes up a whole world. Ezért létrehoz egy teljes világot. To projects that competition. És arra kivetíti ezt a versenyt. Way out on the screen to things of abuse. Annyira messzire, olyan képernyőre, mint például a bántalmazás is akár elmegy. And then tries to solve it out there. És aztán megpróbálja ott kint megoldani. And the whole path of us and awakening. És az egész út, amin haladunk mindannyian, és az egész ébredés. Is to come so deep into the mind. Az arról szól, hogy annyira mélyen lehatolunk az elmébe. That you can see, I want it thus. Hogy megláthatjuk azt, hogy én akartam ezt. There's a control mechanism in the mind. Az elmében van egy kontrollmechanizmus. I don't want to make tea. Nem akarok teát készíteni. Something in there that really wants things to be a certain way. Valami mechanizmus ott az elmében, ami azt akar, hogy valami valahogy működjön. Because you can't break apart abuse in a family.
Mert nem tud szétbontani a családban a bántalmazást. And wars. És a háborút. In Bosnia. Tehát hogy ez a kettő nem, tehát a háború például Boszniában vagy a családon belül érőszak, az nem két különböző dolog, az ugyanaz a téma. Because you see what you believe. Mert egyszerűen csak látod ki, hogy mi az, amit elhiszel. So everything is about coming back to that control mechanism. Tehát igazából minden arra szól, hogy visszatérjük magunkat ez a control mechanizmushoz. And then the next question is. És persze a következő kérdés. Well, then what? És akkor mi van? So if the ego is constantly having you do and think and be a certain way. Ez ugye az ego megpróbál rávenni arra, hogy valami módon cselekedjél, létezzél, érezzél. Now it's about being done through by the Holy Spirit. Most akkor arról az a megoldás, hogy megengedjük, hogy a Szent Élet legyen az, aki átdolgozza ezeket a cselekedeteket, gondolatokat, érzéseket. Giving over control to the ego. Az egónak átadott kontroll. Over to the Holy Spirit. Most visszaveszik és átadjuk a Szent Léleknek. Because you can see it's a huge distance to go from I see abuse all the way to competition with God. Igen, mert ugye láthatjuk, hogy attól pont, hogy látok, látszol kívül egy bántalmazás, rögtön odaugrani, hogy ó, ez igazából az Istennel való versenyről szól, azért ez egy nagyon hosszú útnak tűnik. But if you get a glimpse of what I'm saying, de hogyha egy pillanatban ráérzel arra, amiről beszélek, it becomes okay, not my will, but your will. Akkor természetessé válik az, hogy nem az én akaratom, hanem te akaratod valósuljon. Use me. Használj engem. What is your will for me? Mi az akaratod számomra? Show me the path. Mutasd meg nekem az utat. So that I can undo this belief in competition with God. Hogy fel tudjam oszlatni az elmémben az Istennel való versenyzésnek a hiedelmét. And gradually what you perceive as abuse. És aztán szép lassan, amit először bántalmazásnak érzékeltél, just gets transformed. Elkezd átalakulni. The abuse of thought is that I could separate from God. Az a bántalmazás gondolata tulajdonképpen, hogy lehetséges az, hogy elkülönüljek Istentől. That's very, very deep in the mind. Ez nagyon mélyen van az elmében. And while it's believed that that separation happened or could happen, és amíg elhisszük, hogy ez lehetséges, vagy megtörténhetett, that the projection of that is just out on the world. Addig mindez kivetül a világba. So that's where using a tool like this levels of mind. Ezért használjuk például ezt az eszközt is, mint az elmerintegei. It's very helpful for bringing, when there is an upset, there's a perception on the surface of consciousness of abuse. Ez nagyon sokat segített abban, hogyha például az érzékelés szintjén a bántalmazás van. And then it can be traced down deeper into the mind to where it can truly be let go of the level of mind. Akkor visszavezethetjük a mélyebb rétegekbe, oda, ahol aztán el tudjuk elérni. For myself, vegetarianism was a very good example. De a számomra, az, hogy vegetáriánus voltam, az egy nagyon jó példa. At a very young age, I saw a bull get shot. Nagyon fiatalon láttam, hogy lelőttek egy bikát. And it was shocking to me. És teljesen lesok volt az engem. And I looked around and I realized that the world as I had previously perceived it was not what it was at all. Körbenéztem és rájöttem, hogy a világ egyáltalán nem olyan, ami ennek korábban láttam. I was disillusioned at the age of 9. 9 évesen kiábrándultam belőle. I could see the ego's belief system underneath it all. Láttam alatta az ego hiedelemrendszerét. And I felt that the whole thing was a deception and a lie. És úgy éreztem, hogy ez egész egy megtévesztés és egy hazugság. And I took a stand. És állást foglaltam. That's it, I would be vegetarian. Ez az, akkor én mostantól vegetáriánus leszek. And it lasted for 20 years. És ez 20 évig tartott. And the belief was very strong, the belief in suffering, victimization. Nagyon erős volt a hiedelem,
az áldozatiságban, szenvedésben. And that I could make a difference by being vegetarian. És abban, hogy én ezzel változtathatok azáltal, hogy vegetáriánuskodok. And it wasn't until 20 years later when I really came into A Course in Miracles. És csak 20 évvel elteltével, amikor a csodák tanításával találkoztam. And a lot of the beliefs were being washed from my mind. És a hiedelmek nagyon nagy része eltűnt az elménből. The belief in victimization. Az áldozatiságban való hiedelem. It was very deep, and vegetarianism was just one way that it got struck. Nagyon mély volt, és az, hogy vegetáriánus voltam, az csak egy módja volt annak, hogy ez így be volt ragadva az elménből. And that this whole self-concept was just maintaining itself on this. És az egész én koncepció, én kép fenntartotta magát ezen a hitrendszeren. With a lot of education and righteousness. Oktatáson keresztül és a igazságosan keresztül. Yeah, not just about animals, but also about the planet and ecology, the environment, natural foods. Mindenféle ilyen témákban, ugye az állatok, természetes ételek, a környezet. And then I started noticing when I started doing this mind training, just how much attention I was paying to what disturbed me. És aztán észrevettem, hogy mennyire zavart az engem. And I noticed that at every meal time, there were no animals present physically. Észrevettem, hogy minden egyes étkezéskor egy állat sem volt jelen. But on behalf of the animals, I was experiencing suffering and guilt. De azok az állatok, melyekről azt gondoltam, hogy szenvednek. So I started to question the point of that. Szóval azok helyett szenvedtem, akik nem is voltak jelen, igen, és akkor megkérdőjeleztem ennek az egésznek a lényegét. Is this really serving my awakening? Hogy ez tényleg az én felébredésemet szolgálja? And just starting to loosen from this way of being and these beliefs in my mind. És ez a hitrendszer elkezdett felazulni az elmémben.